Sziasztok! Geri vagyok. Gondolkodtam a napokban, hogy milyen tartalmat lenne érdemes csinálni. Nagyon érdekes felfedezéseket teszek, hogy mostanában nagyon sok új ember bukkant fel a nagy Yu-Gi-Oh! Magyarországos Facebook csoportban. Ennek a linkjét egyébként leteszem leírásba, hát ha valakit érdekel. Az új embereknek a többsége az iránt posztol, hogy megtalálta néhány nagyon régi eredeti kártyáját, vagy sajnos hamisakat, és azt úgy is tudatjuk vele, hogy hamisak, és hogy szeretne velük valamit kezdeni. Ugye az esetek nagy részében eladni. Viszont én arra gondoltam, hogy hát ha ezek az emberek most ide tévednek ebbe a videóba, és szeretnélek titeket arra ösztönözni, hogyha megtaláljátok a padlás mélyén, vagy a pincében, vagy bárhol a régi eredeti Yu-Gi-Oh! Kártyáitokat, akkor esetleg reális adatokat nézve, hogyan tudtok elindítani belőle egy Yu-Gi-Oh! Karriert. Természetesen most is a kártyák áraihoz a CardMarket oldalt használom fel, illetve ez egy nagyon változó kategória, tehát nyilván nem tudhatom, hogy milyen mennyiségű kártyát találtál, nem tudhatom, hogy milyen értékű kártyát találtál, milyen nyelvű kártyákat, milyen állapotban vannak, és hogy mennyire lesz sikeres majd az eladásod. Úgyhogy próbálom így a legalapvetőbb dolgokat figyelembe venni, és próbálok megsatszolni egy bizonyos értéket, viszont remélem, hogy így is azért segítségetekre válik ez a videó, egyébként kezdőknek is mindenképpen ajánlom, mert nagyon sok olyan információt fogok megemlíteni, akár a kártyák jobb alsó sarkában lévő kiadás kódokról, ezek mindenképpen hasznosak lesznek számotokra, szóval vágjunk is bele a témába. Ahhoz, hogy meg tudjam satszolni, hogy milyen kártyákat találhattok, az eddigi tapasztalataimat veszem elő, amiket eddig én láttam, és ezek arra világítottak rá, hogy legtöbbeteknek régi DM korszakos és a GX korszak elejéről származó kártyáitok vannak, ha eredetiek. Nyilván nem tudhatom, hogy pontosan milyen értékű kártyákat találtok, ez attól is függ, hogy esetleg még marha régen vettél néhány boostert vagy structure decket, esetleg tint, és hogy azokból mennyire bontottál szerencsésen. A kártyák eredetiségének megállapításáról már van egy korábbi videóm, azt lelinkelem ide a leírásban, de Dióhéjban az a fontos, hogy a kártya jobb alsó sarkában lévő kis négyzet hologram aranyszínű legyen, ha egy kártya First Edition, és ezüst színű, hogyha nem. Illetve egy hamisítványt úgy is könnyen le lehet buktatni, hogy megnézed a kicsit följebb lévő, a kép alsó sarkában lévő set kódot. Ezek a kódok nagyon érdekes, de a kártyákhoz tartozó boosterek neveit tartalmazzák rövidítve. Aztán a kötőjel után a nyelvre láthatunk utalást, majd azt, hogy az adott boosterben hanyas a sorszáma. Ne feledjétek, magyar nyelvű eredeti kártya nem létezik, illetve itthon nem használhattok japán vagy koreai lapokat sem versenyeken. A betűk rövidítéséhez csináltam nektek egy kis táblázatot a régebbi szettekről, de ha valamit kihagytam volna, ha beírjátok Google-be, hogy Yu-Gi-Oh! Szóköz, aztán a betűjelzéseket, csak a betűket a kötőjel előtt, akkor szinte minden esetben ki fogja dobni a szett teljes nevét és tartalmát. Na de, hogy mit is tudtok ezekkel a kártyákkal kezdeni? Tegyük fel, hogy találtál pár teljesen common lapot, amelynek annyi szépséghibájuk van, hogy a sarkuk kicsit kopott. Plusz info, egy kártya akkor használható fel hivatalos versenyen, ha bármelyik szöveg részéből nem hiányzik egy darab sem. Ha már egy betűnyi rész le van szakadva vagy el van kopva, az sajnos nem játszható, de szerintem ha a kis négyzet hologram hiányzik róla, már az is probléma lehet. A kártyákat a CardMarket állapotuktól függően külön kategóriákba sorolja. Ezt általában az eladókra bízza, és sajnos nincsen igazán hozzá sablon, mert valakinek egy ilyen kinézetű kártya az már a leggyengébb kategóriába tartozik, míg egy másik eladó egy ilyet tesz ugyanabba a kategóriába. Amennyiben nem a saját talált lapjait szeretnéd felhasználni, a kis régi eredeti komonjaidat hozzám hasonló begyűjtőknek el tudod adni, és mi szívesen megvesszük azokat. Sok esetet láttam, amikor néhány régi rarities, azaz csillogós kártyát találtatok, na azokat viszont érdemes külön tenni tőlük, és pontosan utánuk járni. Itt van néhány példa, amiket már láttam sokatoknál. Gaia the First Knight Ultra Rare LOB jelzéssel, lehetőleg angol nyelvű, Mystical Elf LOB Super Rare, lehetőleg angol. És végül térjünk rá a fő nyereményre, amit szintén láttam már néhány embernél, ami nagyon durva, maga Blue Eyes White Dragon. Ebből találhattok LOB kiadást Ultra Rare-ben,
ugye, hogyha angolotok van, akkor azt ugye tudjátok, hogy ez minimum 65 euró, és ez nagyon a minimum, attól is függ, hogy milyen állapotban van. Szintén gyakori még az SDK kiadásos, az ugye az eredeti pozíciós, amit a rajzfilmben is láthattatok. Ez körülbelül 3-tól 10 euróig terjed, ez is attól függ, hogy milyen állapotban van. Tegyük fel, hogy ezeket a kártyákat sikeresen eladtad, és a legrosszabb esetben is kerestél rajtuk kb. 12 eurót. Az első lépésed, amit meg kell tegyél, hogy keress egy olyan archetype-ot, ami szinte teljes egészében olcsó, common lapokból áll, és még valamennyire tetszik is. Ehhez mondok néhány elég jellemző példát: Dino Wrestler, Mutant, Battling Boxer, Flower Guardian, Flafal, Melfi, Magispector. Ezeknek a pakliknak a kórjai, ha mindenből a legolcsóbbat veszed, szinte fillérekből megvan. Itthon nagyon sok kedves játékost találsz, akik előszeretettel adnak is el hasonló kórokat, a kór egyébként egy paklinak csak is az archetype-ba tartozó része, úgymond a szíve. Aztán ehhez még hozzá kell majd csapnod a staple kártyákat, ami már bonyolultabb téma. Nyilván rengeteg hasznos staple kártya létezik manapság, viszont ezeknek meg is van a maga hátrányuk, drágák. Azt, hogy legalább egy minimális összeget ne fordítsa a játék elkezdésébe, sajnos nem tudod elkerülni, de simán megoldható, hogy ne menjen le először a gatyád egy pakli összerakására. Összeírtam nektek néhány hasznos staple lapot, amelyet érdemes beszereznetek, mert nagyon olcsóak. Common Twin Twister. Kiadásától függetlenül maximum 0,6 centből megvan, ebből azért 3-at érdemes beszerezni, sokkal jobb, mint annó a Mystical Space Typhoon volt. Common Effect Veiler. Ő egy handtrap, úgyhogy még a commonnak is van ára, alsó hangon 1,5 euró, ebből is érdemes 3-at szerezni. Common Forbidden Chalice. Körülbelül 1 euróból már tudsz szerezni, de mivel annyi kiadása van, így lehet, hogy fogsz hozzá kedvezményeket kapni, hogyha itthon szerzed be valakitől. Common Compulsory Evocation Device. Ez egy régebbi kártya, biztos ismeritek, 0,5 euróból megvan az egész, ebből is érdemes 3-at szerezni. Common Torrential Tributok. Ez is megvan 0,5 euróból, és eléggé brutális kártya. Az extra deck részére Nightmare Phoenix és Nightmare Unicorn. Nagy szerencsétekre már kiadták ezeknek a kártyáknak a sima rare változatait, ezek is megvannak 0,5 euróból. Kezdetleges sidelapnak ajánlom például Artifact Lanceát, ami körülbelül 1 euró, hogyha a common verziót vásároljátok. Még sorolhatnám a listát, ezek tényleg csak a legolcsóbb variációk és az úgymond legalapabbak, de természetesen még van ezeken felül is. Ha valaki többet szeretne azonban költeni bele, az választhatja az erősebb handtrappeket és egyebeket. Tegyük fel, van egy kész paklid, egy olcsó archetype-al benne. Itt jön az a rész, hogy el kell kezdened nagyon alaposan elolvasni minden kártyádnak a képességét, és virtuális platformon, például EduPro-n vagy Dueling Book-on gyakorolgatni rengeteget a paklival. Hogy megtanuld, hogy mi mit csinál, mi indít neked kombót, hogyan működik a pakli megfelelően. Eleinte ne várj azonnali győzelmeket hivatalos versenyeken, azonban ha már van egy paklid, amivel nevezhetsz, a versenynevezésért jó esetben kaphatsz OTS pakkokat, amelyből ha sikerül kibontanod egy Ultimate Rare kártyát, már pedig van esély rá, abból már sokkal erősebb paklit vagy staple lapokat tudsz szerezni, mert eszméletlenül drágák. A versenyek is pénzbe kerülnek nyilván, de ha már rászántad magad erre az egészre, szerintem ez nem fog problémát jelenteni, ha elkezdesz versenyezni, újabb kártyákat fogsz nyerni, amelyeket elcserélhetsz másokkal olyan lapokra, amik szükségesed a paklid erősítése érdekében. Nyilván hosszú és nehéz az út a siker felé, kell hozzá kitartás, de én tiszta szívemből szeretnék sok szerencsét kívánni mindenkinek, aki ebbe belevág, számomra nincs is nagyobb dicsőség, hogy már nem egy lelkes Yu-Gi-Oh játékos kezdte el a játékot az én hatásomra, és ennek köszönhetően nagyszerű élményeket éltek át versenyen, némelyikük elég erős kompetitív játékossá is vált. Ha van még bármilyen kérdésetek ezzel kapcsolatban, nyugodtan tegyétek fel kommentben, ugyanis minden kommentet el fogok olvasni, amit írtok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!